Tiszai Nagy Mennyhért 1944. május 3-án született Zemplénagárdon. Többek között Király Helmec, Nagykapos és Prága után került Kisgéresre, ahol református lelkészként és festőművészként tevékenykedett. Emlékezett a művészre Fejes Viktória. Maracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke hozzátette, az író-költőként is ismert Tiszai Nagy Mennyhért az 1990-es években szeretett bele a beregi vidékbe. Sokáig Aranyosapátiban élt és alkotott. Az Élet képen és írásban című nyíregyházi tárlat megnyitón Dani Attila, tárogató művész, valamint a Csaronda férfi kórus ismertette a művészt. Korábban még életében volt egy kiállítása itt a művelődési központban, ez körülbelül 10 éve volt, akkor is a Csaronda férfi kórus volt a vendég, és akkor egy nagyon jó barátja, aki sajnos már szintén nincs közöttünk, Király Béla Csaroda polgármestere volt, aki ezt megszervezte. Én akkor Csarodán dolgoztam, ott ismerkedtem meg Menyussal, mert én ugye csak így ismerem őt, és én úgy gondoltam, hogy mindenképpen jó lenne ezt a hagyományt folytatni, és amellett, hogy Vásárosnaményban, Beregdarócon, Csarodán van lényegében állandó kiállítása, szerettem volna, hogy ha újra itt Nyíregyházán legalább a 10 éves évfordulón, akkor újra el tudnánk hozni őt, és meg tudnánk mutatni őt a nagy közönségnek. A tárlat január 4-éig tekinthető meg a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ földszinti kiállító termében.